Jó reggelt kívánok! Önök az ATV híradóját látják. Tóth Géza vagyok. Mutatjuk legfontosabb híreinket. Büntető eljárás indult Szlovákiában a magyar busz balesete miatt. Több utas még mindig életveszélyben van. Magyarország blokkolja a készülő 11. uniós szankciós csomagot. Ukrajna lezárhatja a barátság kőolaj vezetéket. És továbbra is a EU rekorder a magyar infláció. A szlovák miniszterelnök is bírálta a magyar árstoppokat. Büntető eljárást indított a szlovák rendőrség a magyar busz baleset ügyében. Többen még mindig válságos állapotban vannak, köztük az út szervezője és a második sofőr is. A baleset legsúlyosabb sérültjének lánya a híradónknak azt mondta, édesanyja történtek után magánál volt, de sokkos állapotban, így nem tudta kommunikálni vele. Kerestük az érintett busztársaságot is, de nem akartak nyilatkozni. Biztosítási szakemberek szerint az utasok mindenképpen számíthatnak kártérítésre. Még mindig mély altatásban tartanak három szemét a szlovákiai buszbaleset sérültjei közül. Híradónk elérte a legsúlyosabban sérült utas lányát. Kardos Nóra édesanyja jobb oldalon az elhunyt sofőr mögött ült. Ez magyarázza azt, hogy sérülései miatt élet és halál közt fekszik a pozsonyi kórházban. A mentők kiérkezésekor magánál volt. Lefele hajtotta a fejét, és oldalt, ahogy az ablak kiütődött, ő az ablaknak a keresztrúdjába kapaszkodott, és próbálta kihúzni magát, de hát beszélni se tudott, kommunikálni se tudott, stresszes állapotban volt. Őt nyílt lábszárcsontöréssel, medencecsontöréssel, bordatöréssel, állkapocscsontöréssel kezelik, a légzése is leállt a helikopterben. Pont 5 perc előtte, a baleset előtt beszéltem, igen, felhívott, hogy itthon mi újság, minden rendben van. Híradónk tegnap bejutott két sérülthöz a pozsonyi kórházba. Ungvári Balázsné éppen aludt, amikor jött a hatalmas becsapódás. Azt tapasztaltam, hogy én szerintem inkább sokkosak voltak. Nem volt kiabálás, vagy legalábbis én nem emlékszem ilyenre, hanem az, hogy igyekezett mindenki lemenni a buszból. Szél robbant az érzőnek. Azért ez mind az alszomra került. Gyurkó István előlült, a fejsérülései mellett két bordája tört el. Azt vettem észre, hogy a feleségem kint fekszik a földön egy másik barátunkkal, akik előttük ültek egy fakkal, ők is azért, a férfi is hogy repült ki, és a felesége ordította, hogy mi van, Lacikám, mi van vele, minden. A sajtóban számos találgatás kering arról, ki a felelős a balesetért. Arról is szólnak a hírek, hogy esetleg elaludt vagy rosszul lett a sofőr. A Hír TV-nek nyilatkozó szakértő szerint jelzésértékű, hogy a buszkormánya jobbra volt kitekerve. És vajon mi okozta azt, hogy egy centiméter féknyom nem látható a fényképeken? Az utasok mindenképp kapnak kártérítést, akárki is hibázott. A Híradónak nyilatkozó szakember azt mondja, a vétkes fél kötelező biztosítása fedezi a dologi és az egészségügyi kárt is, ennek egyetlen feltétele a kötelező biztosítás megléte. Németh Péter szerint előállhat olyan eset is, amikor a biztosító ugyan kifizeti a kárt, de aztán visszaperli azt vagy a sofőrtől, vagy a cégtől. Akkor lenne a buszsofőr felelős, hogyha mondjuk ittas állapotban, vagy nem megfelelő állapotban, ismert, tudott betegséggel, itt ilyenkor szóba került a rosszulét, vezetett. A buszos cégnek abban az esetben merül fel a felelőssége, ha a jármű műszakilag alkalmatlan volt, illetve ha beigazolódna, hogy túlhajszolták a sofőrt. Értesüléseink szerint az életben maradt sofőrnek, aki a baleset idején vezette a buszt, alig maradt épcsontja, mély altatásban tartják, csak úgy, mint az útszervezőjét. Az RTL egyébként úgy értesült, hogy ugyanennek a buszos cégnek az egyik járműve balesetezett múlt héten a Széll Kálmán téren. Megkerestük a céget, ahol közölték velünk, hogy nem szeretnének nyilatkozni. A szlovák rendőrség időközben általános veszélyeztetés gyanújával büntető eljárást indított. A szlovákiai buszbaleset 13 sérültjét kezelték a Miskolci kórházban, közülük 6 főt már hazaengedtek, többen viszont még műtétre várnak. Az intézményben egyébként szemben a pozsonyi kórházzal stábunk nem forgathatott, mindössze a főigazgató sajtótájékoztatóját rögzítettük. Egy ilyen súlyos baleset nem minden esetben dolgozható fel egyedül annak, aki elszenvedője volt az ütközésnek. Sokos állapotból kikerülve sokan azért képesek arra, hogy egyedül feldolgozzák és túljussanak ezen a helyzeten, viszont azok számára, akiknek ez nehéz, azok számára tudunk biztosítani pszichológiai támogatást, átbeszélve, áttekintve ezeket a történéseket, és
valamilyen módon elindítani a feldolgozást. A buszbaleset több politraumatizált sérültjét jelenleg is Pozsonyban kezelik, mivel olyan kritikus az állapotuk, hogy sem légi, sem pedig földi úton nem lehet elhozni őket. Többeket azonban már hazaszállítottak a miskolci kórházba. Pozsonyban csupán néhány telefonhívásra volt szükségünk ahhoz, hogy forgatási engedélyt kapjunk az ottani kórház területén, és interjúzhassunk a buszbaleset sérültjeivel. Azt gondoltuk, hogy Miskolcon is hasonló szerencsénk lesz, azonban az intézmény vezetősége nem engedélyezte számunkra a forgatást a kórház területén. Mivel a kórház feltételezhetően érezte a sajtó ránehezedő nyomását, délután végül rendkívüli sajtótájékoztatót tartott az intézmény főigazgatója. A kórház területén azonban nem lehetett felvételeket készíteni. Annyi kiderült, könnyebb és súlyosabb állapotú sérültet is szállítottak Miskolcra a pozsonyi kórházból. Az elmúlt 48 órában 13 került beszállításra az intézményünkbe. A 13 sérült közül 6 ambuláns ellátást igényelt, 7 pácienst kellett fölvennünk. Ezek közül egyet csak obszerváció céljából vettünk föl. 6 olyan sérültünk van, ők döntően végtagsérültek, akik műtéti ellátást igényelnek. 3 beteg már túlesett az operáción, állapotuk kielégítő. Továbbra is Európa rekorder a magyar infláció. Az Eurostat friss adatai szerint az Unióban már csak egy tagállam van, ahol meghaladja 15%-ot a pénzromlás mértéke, ez Magyarország. 18 tagállamban pedig már most egy számjegyű az infláció. Közben Szlovákia frissen megválasztott miniszterelnöke a magyar ársapkák rendszerét bírálta. Ódor Lajos szerint hazánk példája mutatja, hogy az árstopok nem működnek. Június 30-áig meghosszabbítottuk az árstoppokat. Az április 20-ai kormányinfó jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy maradnak az ársapkák. A döntést azóta sokan bírálták. Legutóbb Szlovákia nemrég kinevezett magyar nemzetiségű miniszterelnöke, a közgazdász végzettségű Ódor Lajos. Egy interjúban azt mondta, Magyarország esetében azt látjuk, hogy az árstoppok nem működnek. Ezt a véleményt osztja Raskó György is, aki emlékeztetett. A kiskereskedelmi különadó 4,1%, ami önmagában több százmilliós költséget okoz a kiskereskedőknek. A helyzetüket pedig tovább nehezíti az ársapka 400 milliárd forintos vesztesége. Ne csodálkozzunk azon, hogy a kereskedők úgy próbálnak életben maradni, hogy más termékeknek az fogyasztói árát szükségtelen mértékben megemelik, már mind a fogyasztó szempontjából szükségtelen mértékben. Ez pont azért, hogy azt a veszteséget, amit a kiskereskedelmi különadó miatt, illetve az ársapka miatt elszenvednek, valamilyen formában kompenzálják. Az Európai Bizottság egy új vizsgálata szerint egyébként a magas inflációt elsősorban a vállalatok árpolitikája okozza. A fogyasztókkal ugyanis a jóval magasabb árakat is elfogadtatják, jelentős piaci veszteség nélkül. A Híradónak nyilatkozó makroelemző hangsúlyozta, a vizsgálat az euróövezeti országokra terjed ki. Mint mondta, Magyarországon is működött a magasabb árak elfogadtatása, az infláció elszabadulása azonban változtatott ezen. Hornyák József szerint a kiskereskedelmi forgalom jelenleg zuhanó repülésben van. Az embereknek a jövedelme az visszaesett, a kiskereskedelmi forgalom az visszaesik. Ezek a tényezők lesznek majd azok, amelyek az inflációt is le fogják hozni, le fogják húzni, hiszen most már a vállalatoknak nem igazán maradt terük arra, hogy tovább emeljék az árakat, látva, hogy a kereslet zuhan. Hornyák József szerint a kiskereskedelmi forgalom csökkenése a következő hónapokban is megmarad, az infláció pedig 20% körülre mérséklődhet. Ehhez azonban jelentős keresetnövekedés szükséges, ami szerinte az őszi hónapokban következhet majd be. Közben az Eurostat is nyilvánosságra hozta áprilisi inflációs adatait. Ezek szerint még mindig Európa rekorddel a magyar pénzromlás mértéke. Az EU 18 tagállamában már most egyszámjegyű az infláció, 15% fölött egyetlen országban jár, Magyarországon. Olcsóbbak lehetnek a tejtermékek, miután a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács bejelentette, felülvizsgálja a nyers tejárát meghatározó módszertanát. A változtatást a gazdasági versenyhivatal szakértői javasolták az egyre magasabb élelmiszerinfláció letörése érdekében. A GVH szerint a nyerstej árát jelenleg egy olyan képlet alapján határozzák meg, amelynek egyes elemei tovább gyorsítanák idén a tejtermékek áremelkedését, ezzel fűtve az inflációt.
újra belenyúlna a választási törvénybe a kormány, az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságához benyújtott módosító javaslat értelmében időközi választás helyett a kompenzációs lista alapján adhatna képviselőt az a párt, amelyik addig a mandátum birtokosa volt, írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a változtatás az önkormányzati választást megelőző egyéves időszakra vonatkozik. A 10 000 lakósúnál nagyobb településeken pedig az egyéni körzetek legalább 2/3-ában jelöltet kellene állítani egy pártnak, ha kompenzációs listát akar állítani. A módosító javaslat szerint a már kiírt választások közül azokat tartják meg, ahol a kampány már elkezdődött, tehát 50 napnál kevesebb van hátra az időpontig. A Magyar Nemzet szerint jövő kedden szavazhatnak a javaslatról. 2024. június 9-én lesz az Európai Parlamenti és a Magyar Önkormányzati Választás. A dátum azután dőlt el, hogy az uniós nagykövetek kijelölték, az Európai Parlamenti választásokat június 6-a és 9-e között kell megtartani. Mivel a kormány az alaptörvény 11. módosításával összekapcsolta a két szavazást, ez egyben azt is jelenti, hogy Magyarországon 2024. június 9-én nem csak a következő ciklus EP képviselőiről döntenek majd a szavazók, hanem aznap lesznek a magyarországi önkormányzati választások is. Mérsékelten optimista, ezt mondta Navracsics Tibor, miután egyeztetett az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának tagjaival. A miniszter szerint több kérdésben ugyan sikerült árnyalni a delegáció álláspontját, de nem minden tekintetben távoznak jó véleménnyel. Ezt erősítették meg a delegáció tagja is. Tárgyszerű és a kölcsönös megértésre törekvő beszélgetés volt. Ezt Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter mondta az EP Költségvetési Ellenőrző Bizottságának delegációjával folytatott tárgyalások után. Mint mondta, két sarkalatos ügyet kellett tisztázni. Az egyik az uniós források elosztásának kérdése, amely kapcsán reagált Karácsony Gergely keddi kijelentésére is. A kormány a nemzeti források elosztásánál diszkriminálja az ellenzéki önkormányzatokat, hanem sajnos az európai uniós források elosztásánál is ez bekövetkezik. Nem Budapest specifikus ügyről van szó, és nem is pártpolitika specifikus ügyről van szó. Amit Budapest sérelmez, az gyakorlatilag az, hogy a gazdagabb önkormányzatoknak ki kell venniük a részüket a szegényebb önkormányzatok felzárkóztatásából. A másik tisztázandó pont a közbeszerzési eljárások ügye volt. A miniszter elmondta, a kormány kötelezettséget vállalt az egyajánlatos közbeszerzések uniós átlag, azaz 15% alá csökkentéséről. A nemzeti költségvetésből, tehát a nemzeti fejlesztési pénzekből megvalósuló közbeszerzési eljárásoknál is nagyon közel vagyunk már, dinamikusan csökken az egyajánlatos közbeszerzések aránya, és ott is rövidesen el fogjuk érni ezt a célt. Az ATV kérdésére, hogy ez a mostani tárgyalás befolyással van-e az uniós pénzek folyósítására, a miniszter úgy fogalmazott, több kérdésben is sikerült árnyalni a delegáció álláspontját. Ebből adódóan én inkább abban bízom, hogy hosszú távon talán legalábbis egy támogatót sikerül szereznünk ahhoz, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférjünk. Nem csak komolyan gondoljuk, de meg is szerezzük az Európai Uniós forrásokat. A látogatás zárásaként a delegáció néppárti elnöke Monika Hohlmeier sajtótájékoztatón értékelte a 3 napot. Hangsúlyozta, végső céljuk, hogy az uniós források közvetlenül jussanak el a magyar polgárokhoz, a magyar gazdaság szereplőihez egy átláthatóbb, igazságosabb és pártatlanabb rendszerben. Elképesztő erők mozdulnak meg. Deutsch Tamás mindenre úgy reagált, idézem, politikai nyomásgyakorlás céljából érkezett a küldöttség, amiért Magyarország nemet mond a háborúra, az illegális migrációra és a kiskorú gyermekek szexualizálására. A Fidesz EP képviselője hozzátette, miközben 2010 óta 3-szor érkezett tényfeltáró bizottság, 2010 előtt 1-szer sem. Nem elégedettek a júliustól esedékes 18%-os béremeléssel az ápolók és az érintett egészségügyi dolgozók. A szakmai szervezetek szerint az emelés megkésett, és az infláció ellensúlyozására sem elég. A korábbi egészségügyi miniszter pedig arra figyelmeztet, hogy ez a mértékű bérnövekedés nem alkalmas az elvándorlás megállítására. Júliustól 18%-kal emelkedni fog az ápolók bére, és növekszik az egészségügyben
dolgozók bére is. Takács Péter egészségügyi államtitkár jelentette be azokat a bérváltozásokat, amelyek azóta a magyar közlönyben is megjelentek. Az új bértábla szerint a legalacsonyabb fizetési osztályban a pályakezdő szakdolgozók, védőnők és egyes egyéb egészségügyi dolgozók bruttó 288.914 forintot kereshetnek ma júliustól. SZIA kedvezmény nélkül ez nettó 192.127 forintot jelent. A már érettségét igénylő munkakört betöltők esetében bruttó 350.000 forint fölött van a kezdő fizetés, a felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők pedig 390.000-es bruttó bérrel kezdenek. Megkésett és elégtelen mértékű. Így értékelte a bejelentést a korábbi egészségügyi miniszter. A független egészségügyi szakszervezet hasonlóan vélekedik. Az összeg, még ha egész évre is szólna minden hónapban, akkor is legfeljebb az inflációt tudná kompenzálni, tehát jelentős bérfelzárkóztatásra semmilyen lehetőséget nem ad, és továbbra is még alatta maradnak az itt dolgozók bérei a más területeken munkát teljesítőkének. A statisztikákból az derül ki, hogy 2021-ben 42.000 orvosra és 105.000 szakdolgozóra lett volna szükség az országban az egészségügy zavartalan üzemeltetéséhez. Vagyis hiányzott a rendszerből mintegy 1.300 orvos és 3.700 szakdolgozó. Kökény Mihály úgy véli, a mostani emelés nem fogja vissza az elvándorlást. Nagyon-nagyon kevés, és nem fogja megállítani az elvándorlást. Láttuk, hogy az orvosok esetében sem állt meg ez az elvándorlás. A szakdolgozóknál ez még nagyobb mértékű. Várja a magyar ápolókat Ausztria és Németország, várja a magánegészségügy, tehát bőven megtalálják a számításukat. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésének második üteme 2024. március 1-jével valósulhat meg a kormány tervei szerint. Orosz rakétatámadás érte a dél-ukrajnai Mikolaivot. Jelenlegi értesülések szerint a támadásnak nem voltak halálos áldozatai, azonban több lakóház is megsérült. Eközben Kijev cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint orosz rakéta semmisített meg egy Patriot légvédelmi rendszert az ukrán fővárosban. Orosz rakétatámadás érte Mikolaivot. A város polgármestere Telegram üzenetében elmondta, a lövedékek többek között egy autókereskedést és több lakóépületet is eltaláltak. Január óta dolgoztunk. Az élet éppen, hogy elkezdett visszatérni a normális kerékvágásba. Az emberek visszajöttek a városba. Sajnos ismét félbe kell szakítani az életünket, mondta ez a férfi, aki egy bevásárlóközpont tulajdonosa, amelyben rakéta csapódott. Eközben a török elnök bejelentette, hogy 2 hónappal meghosszabbítják a Fekete-tengeri gabonaexport megállapodást, egy nappal azelőtt, hogy Oroszország kilépett volna az egyezményből. A bejelentést ezután Moszkva is megerősítette. Megerősítjük, hogy 2 hónappal meghosszabbítjuk a Fekete-tengeri megállapodást. Így esély nyílik arra, hogy ne szavakkal, hanem tettekkel biztosítsuk a globális élelmiszerbiztonságot, és segítsünk azokon az országokon, amelyeknek a legnagyobb szüksége van erre, mondta az orosz külügyminisztérium szóvivője. Eközben Ukrajna tagadta azokat az orosz jelentéseket, melyek szerint a Kinzsál típusú rakéta megsemmisített egy amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszert Kijevben. Az állításokat két amerikai tisztviselő is cáfolta, azt viszont lehetségesnek tartják, hogy megsérült a rendszer, írja a Guardian brit újság. Az Európai Bizottság elnöke egyébként az európai vezetők izlandi találkozóján az ukrán béketerv támogatását szorgalmazta, mivel az unió szerint ez vezethet el a béke megteremtéséhez. Magyarország blokkolja a készülő 11. uniós szankciós csomagot, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a tervezett vétók a józan ésszel ellentétesek, és az előző 10 is kudarcot vallott. A külgazdasági és külügyminiszter a csomag vétóját egyebek közt azzal indokolta, hogy Ukrajna az OTP-t szankciós listára tette. A döntésnek a tárcavezető szerint nincs jogalapja. Mindaddig, amíg az OTP-t Ukrajna
a háború nemzetközi szponzorainak listáján tartja, addig Magyarország nem tud beleegyezni olyan döntésekbe, amelyek újabb gazdasági pénzügyi áldozatvállalást várnának el az Európai Uniótól és annak tagországaitól. Szijjártó Péter bejelentésében Volodymyr Zelenszkij tervéről is beszélt. Az ukrán elnök az amerikai titkosszolgálatoktól kiszivárgott lehallgatási jegyzőkönyv szerint februárban mérgében a barátságkőolaj vezeték felrobbantásáról beszélt. A külügyminiszter szerint a fenyegetés Magyarország szuverenitása ellen szólt. Ben Darzsevszkij Anton Egyenes Beszéd című műsorunkban álhírként értékelte a felrobbantás tervéről szóló információkat. A külpolitikai szakértő szerint ugyanis Ukrajna csak az importra támaszkodhat, miután a kőolajt feldolgozó ipara megsemmisült. Ez üzemanyaga barátság kőolaj vezetéken jön át Magyarországra, kőolaj formájában feldolgozzuk, és ugye eladjuk Ukrajnának. Tehát Ukrajna tőlünk is kapja meg a haditechnikához szükséges üzemanyagot. Közben az Index arról számolt be, hogy megszakadtak az egyeztetések az ukrán vezetékhálózatot üzemeltető Uktransz Nafta és a MOL vezetői között. Május 15-én Kijev írásban jelezte, hogy túlságosan szigorúnak tartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátozásokat, a magyarok pedig nem készek ezeket enyhíteni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke erre azt közölte az ukránokkal, hogy ha a magyarok így állnak hozzá, akkor nyugodtan állítsák le a barátságvezetéken a kőolaj szállítást Magyarország felé. Az Index információi szerint az üzenetet a MOL zsarolásként értékeli, bár az ukrán cég jelezte, kész a további egyeztetésre. Itthon néhány nap alatt csaknem 100 mm csapadék hullott le a nyugati és a déli ország részben. A szakemberek szerint ezt a mennyiséget nehezen szívja magába a föld, így több helyen már gondot okoz a belvíz. Közben a Mura is árad, ezért harmadfokú riasztás van érvényben. Ebben a kertészetben egyelőre szünetel a munka, hiszen minden csupasár. Abban reménykednek a tulajdonosok, hogy végre eláll az eső, és valamennyit szikkad a vizes föld. 10-15 mm után kiöntött a mellettünk lévő árok, elöntötte a kertészetünket, meg az utcát is, tehát most már annyira telített a talaj, hogy nem bírja magába szívni, tehát egy kisebb eső is úgymond villámár vizet okoz. Nem lehet rámenni a földekre, nem lehet dolgozni, tehát nem lehet folytatni a kinti munkát. A rengeteg csapat miatt a Mura folyó is kiöntött Zalában. Mura keresztúrnál több gazdálkodó földjét is elárasztotta a víz. Ez a növénynek nem fog használni. Hát ha egy 3-4 nap alatt vissza tudna húzódni a Mura, akkor még lehet belőle érdemes termés. Pécsett a helyiek arra panaszkodnak, hogy a város nem takarítja a vízelvezető árkokat, és emiatt önt el udvarokat az ár. A Biokom azt mondja, igyekeznek, de így is sok a munkájuk. Az elmúlt napokhoz hasonló rendkívüli esőzések idején az érintett pontokat, ahol sürgős takarítás szükséges, azokat elvégezzük. A baranyai mámfán, ahogy a képeken is látszik, már homokzsákokkal védték a falusiak az otthonaikat a mecsekről lezúduló zuhatag ellen. A csapadék lehozta a törmeléket, a faágakat a környező domboldalról, befolyt az ingatlanokba, hál' Istennek a házakba nem, de az udvarokba befolyt a víz. Az előrejelzések szerint a csapadékot hozó front lassan elhagyja hazánkat, és a következő napokban már melegebb, naposabb időjárásban bízhatunk. Gálázott a Manchester City a Real Madrid elleni bajnokok ligája elődöntő visszavágóján, és hazai pályán 4-0-ra legyőzte a királygárdát. A madridi 1-1 után mindkét csapat nagy reményekkel várta a szerdai visszavágót, azonban a City az első perctől kezdve irányítása alatt tartotta a meccset, és Bernardo Silva duplájával gyakorlatilag az első félidőben eldöntötte a párharc sorsát. Fordulás után sem változott sokat a játék képe, a manchesteriek maradtak veszélyesebbek, a 73. percben Militao öngólja megpecsételte a Real sorsát, a 91. percben pedig Álvarez adta meg a kegyelemdöfést. A június 10-i isztambuli döntőben az Internacionale lesz a City ellenfele. Itt hívjuk fel a figyelmüket, hogy ma 17 óra 7 perctől az ATV élőben közvetíti Vágó István búcsúztatását a Szent István Parkból, ahol Verebes István és Gyurcsány Ferenc is beszédet mond majd. És eddig a híradó hírei, most indul a Start, izgalmas és aktuális beszélgetésekkel, és hogy mi minden lesz benne, azt
András Mangyel, szervusz Andis, jó reggelt! Szervusz Géza, köszöntöm a nézőket. 17 órakor természetesen a fórumban fogjuk várni a nézőket, hogy részesei legyenek ennek a búcsúztatónak, amit mondasz Géza. Ezt még többször elmondjuk majd a nap folyamán, hogy tartsanak velünk. Azt hiszem, hogy sokan szerették és tisztelték Vágó István, tehát a mi szándékunk egyértelmű ebben a helyzetben. Ami a startot illeti, itt lesz Vajda Zoltán, a Költségvetési Bizottság MSZP-s elnöke, mert hogy a szigorlat vendégeként arra fog válaszolni, hogy mennyi az esélye annak, hogy egy megalapozott költségvetést nyújtson be a kormány, hát erre most a választ én nem adom meg, de minden esetre ugye hát azt mondják a szakértők, hogy három évvel azelőtt, hogy a költségvetés mondjuk azt, hogy 7 hónappal mielőtt a költségvetés hatályba lép, azelőtt megjósolni, hogy mi lesz fél év múlva, hát ez körülbelül annyira lesz sikeres, mint amikor 5%-os inflációt és 4%-os GDP növekedést jövendölt egyébként erre az évre, hasonló időszakában az évnek tavaly a kormány, és aztán át kellett dolgozni talán kétszer is a költségvetést, ha emlékeznek rá, egyszer decemberben, egyszer pedig január vége felé. Úgyhogy hát itt tartunk, és akkor majd jön Emília Géza, és jól elmondjuk a többi programot, többi témát, viszont még mindig hatása alatt vagyok a tegnapi BL mérkőzésnek, úgyhogy kicsit össze kell, hogy szedjük magunkat. Köszönöm szépen, Andris, ennyi elég ízelítőnek, tehát most azonnal kezdődik a start, én pedig majd 7 órakor várom önöket friss hírekkel, tartsanak velünk ma reggel is, viszontlátásra.